Hello Győr, köszöntöm a Győr Plusz televízió nézőit. Rendhagyó műsor lesz a mai. Szarka Zsófi kolléganőm bejárta Fekete Dáviddal, Győr alpolgármesterével legújabb könyvének eddigi útját. A kalandok Győrből indultak, legutóbb a fővárosban állomásoztak, és még nincs vége. A magyar hangos film plakátjai most életre kelnek. Tartsanak velünk! Definíciója szerint olyan nagyméretű, nyomdailag sokszorosított kültéri hirdetmény, amely grafikai és tipográfiai elemek felhasználásával készül. Célja, hogy felszólítson, megragadja és elragadja az utcai járók előjét. Többféle stílusú, témájú, nagyságú és színű lehet. Befolyásoló politikai, incsiklandozó gasztronómiai, vagy akár vásárlásra ösztönző kereskedelmi. Ez esetben azonban kedves és szórakoztató. Hogy mi is a találós kérdés megfejtése? Nem más, mint a plakátok. Színes, szélesvásznú filmplakátok, melyeket mi, magyarok készítettünk. A plakátnyomtatás a vizuális kommunikáció elengedhetetlen klasszikusa. Az 1928-ban elkészült első amerikai filmet gyorsan követték a magyar alkotások. Kétség sem fér hozzá, hogy a mai napig emlegetett színész legendáinkkal elevenítették meg a történeteket. Kabos Gyula, Jávor Pál, Karádi Katalin, Turaida és még sokan mások. A művészek pedig nem csupán a mozgóképnek köszönhetően, de a plakátoknak is bizony halhatatlanokká váltak. A 30-es, 40-es évek azonban sok nehézséget okozott a művészetben. Cenzúrának hívták legfőbb ellenségüket, ami igencsak megtépázta mai örökségünket. A könyveket, filmeket félretették, elzárták, a plakátokat pedig gyakran megsemmisítették, hanem ment át azon a bizonyos, ám láthatatlan ellenőrző kapun. Amelyek azonban útlevelet kaptak, fennmaradtak. Így kerülhetett 2016. november 4-én is a 600 oldalas kötet a kezünkbe, mely minden fennmaradt plakátot tartalmaz ebből az időszakból. Hogy mi szükségeltetett mindehhez? Egy íróasztal, egy hiányérzet, szaktudás, fél év és sok elhivatott filmszerelmes. Majd egy kiállítás, egy győri könyvbemutató, egy dokumentumfilm és végül a Főváros Széchenyi Könyvtárának díszterme. Pár hónapja indult útjára a Magyar Hangos Filmek plakátjai 1931-1944-ig című gyűjteménye, de már ilyen színes önéletrajzzal rendelkezik. A tavalyi évben 85 éves magyar hangosfilm első 13 évének eredeti mozi plakátjait bemutató kiállítást elsőként a győri közönség láthatta. Ebben nincs is semmi meglepő, hiszen a szerző maga Fekete Dávid Győr alpolgármestere, aki idejét nem sajnálva kutatta a régi vásznakat. Ahogy említettem, több közreműködő segítségével jöhetett mindez létre. A dr. Kovács Pál megyei könyvtár, a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár adta minden tudását a hiánypótló album létrehozásához. Magyarországon pedig egyedülálló kiállításként jött létre a plakát kiállítás Győrött a Magyar Ispitában. Apropója, az 1931-ben bemutatott első Magyarországon forgatott hangosfilm, a Kék Bálvány, melyet ugyan nagy bukás követett, az ezt követő Hippolita lakály azonban ténylegesen elindította a nemzet siker szériáját. Kitölti a felmondás idejét, és minden nap végig fogja nézni, hogy én nem smokingba leszem a vacsorát, hanem ingújba. Így. És a libasülthöz hagymát ezem. Mindenhez. A hagymához hagymát ezek. A halat pedig késsel fogom enni. Két késsel. A feleségem annyit eszik, amennyit akar. Ilyen kövén lesz. Én pedig megint bajuszt növeztek. Ekkora bajuszt. Ebben a korszakban ezután több mint 350 film készült. A közel 15 évet áttekintő kiállítás kronológikusan mutatja be ezen időszak a magyar filmgyártását. Az első magyar kezdemények tablóformában láthatók, ezt követi a Kék Bálvány kiemelt figyelemmel, majd ugyancsak az első teremben a Hippolit és a Meseautó elevenedik meg. Valójában ez nem másról, mint a sztárkultuszról szólt. A színészek arcképei tömegeket vonzottak a nézőtérre, és szó szerint elevenedtek meg az utcán látott képmások a félvásznon.
A könyv következő állomása egy dokumentumfilm, mely a Kettesben című film apropóján íródott, hiszen ennek külső helyszíneit György gyönyörű zöldövezeteiben forgatták. Páger Antal érdekes módon azt nyilatkozta erről a filmről, hogy ez mindez idáig a legjobb filmje véleménye szerint, és abban bízik benne, hogy csak ilyen színvonalú és ennél magasabb színvonalú filmek fognak majd a jövőben születni. A nyitó történetet követően a film következő győri helyszíne a Bizinger sétány. A felvételeken több száz győri polgár statisztált, de vajon mennyire voltak gyakoriak ezek a nagy tömegjelenetek? Volt rá példa, hogy mondjuk vidéken játszódó, falusi környezetben játszódó történeteknél a falu apraja nagyja körül verbúváltak statisztériát, és hát általában ezek mondjuk ilyen nagy totál felvételek templomtornyokból készült, vagy távoli pontokról készült nagy totál képek, ahol nem lehetett látni azt, csak ha az ember nagyon odafigyel, akkor lehet látni, hogy mindenki persze fölfel a kamera felé néz. Ez a film szerintem kifejezetten szakítani akart a hagyományokkal, már csak azzal is, hogy kivonult a műteremből, de azzal is, hogy nagyon sok úgynevezett ilyen cameo szerepet osztotta ki. Ilyen volt ez a Legenyei József is, akinek a nevét annak idején az egész ország ismerte. Nagyon sokszor feltűnt az akkor éppen divatos úgynevezett kívánság hangversenyeken, amely a második világháborúnak egy ilyen hozzátartozó színházi produkciója volt, ezeknek volt az a konferenciéja. A Bizinger sétányon, melyet fasorok kísértek végig, és egy futóversenyre is alkalmasak voltak, vagy akár a Dunakapu tér, mely a mai napig hasonló romantikus találkák tökéletes helyszíneként szolgál. Szabadtéri felvétel sok statisztával, hogyan történt a toborzás? Ha felcsapjuk az 1943-as győri nemzeti hírlapokat, akkor nagyon sok cikket találunk, nagyon sok újsághírt találunk arról, hogy filmforgatás készülődik Győrben, ez egy nagy attrakció volt akkor, és mindegyik cikkben felhívják a figyelmet arra, hogy aki statisztálni szeretne, például ennél a nagy tömegjelenetnél itt, őneki megvolt az, hogy melyik napon, hány órakor kellett jelentkeznie ezen a helyszínen, és akkor szépen összegyűlt valóban a város apraja nagyja. Itt is láthatjuk, hogy több száz győri polgártársunk volt itt ennek a jelenetnek a rögzítésekor, és azt gondolom, hogy őket valóban az utókornak megörökítette a hangos film 1943-ban. Több olyan jelenet van a filmben, ahol a győri etónak az evezősei, kajakosai játszanak szerepet. Van olyan, amikor Páger Antal például a vízre száll a kenujával, akkor ott a győri etónak az evezős lányai napoznak a parton, vagy éppen amikor Simor Erzsi fürdőzik a vízben, akkor a győri etó evezős fiúi eveznek el mellette egy csónakban. A film most már a világhálón elérhető és megtekinthető bárki számára. A kötet többfajta borítóval nyomtatódott, így nem csak egy sorozatgyártás történt, hanem még választhatunk is kedvenc filmjeleneteink közül, melyiket nézegetjük szívesen a könyvespolcunkról. Latabár, Karádi, vagy éppen bármelyik más filmszínész mosolyog majd ránk a nappaliban a 30-as évekből. Milyen szép itt magánál. Még fonográfia is van. Olyan jó lenne mindig itt lenni. Én nem akarok magától semmit, ne gondolja. Csak hogy úgy megtűrjön a közelébe, mint ma éjszaka. Mondja, megteti maga eztet egy lánynak? Mi vagyok én, népszálló, hajléktalan csecsemők menhelye? Most ne bolondázzon. Nézze, minden lánynak van egy fiúja. Legalább lógjon velem néha, hogyha unatkozik, hogyha... Tessék, fiatalul, itt a virág. Jaj, de Isten! Kösz! Na, ne haragudj, fiam, ez nem a tiéd. Ezt annak viszem, akinek még ma megkérem a kezét. Megkéri a kezét? Ma van a névnapja. Lilinek hívják. Hát mondd, nem a legédesebb név a világon. Persze, neki viszi. Buta vagyok. Most én rám vár. Egyedül. No, Isten vele, bajmócikám. Köszönöm a szép virágokat. Tudtam, hogy maga lesz az első, aki nekem ma gratulál. Ez a legkevesebb méltságos asszonyom. Két napja nem alszom, hogy az első legyek. Krisztián. Ég veled, gyermekem. Bájos kis lilakác vagy. Kár, hogy engem csak a fenséges rózsák érdekelnek. Nem is állt meg Győrben a kötet, hanem azonnal a főváros felé vette az irányt. Mondhatnánk azt is, hogy az oroszlánok elé vetette magát, ugyanis Budapest Széchenyi könyvtárának oroszlános udvarában találkoztunk az alpolgármester úrral, aki éppen a könyvtárba igyekezett, hogy könyvbemutatóját megtartsa a díszteremben.
A kerekasztal beszélgetésből rengeteg izgalmas információhoz juthatott a hallgatóközönség, ahol nem csupán laikusok vettek részt, hanem a szakma nagyja is. Ez egy egészen különleges helyzet, hogy a Nemzeti Könyvtár és a Győri Megyei Könyvtár társkiadóként hozta létre ezt a művet, amelyben nagyon könnyű dolgunk volt, hiszen Fekete Dávid szerkesztő úr, amellett, hogy egy nagyon komoly szerkesztő és kutatói munkát, egy kőkemény menedzseri tevékenységet is végzett. Igen, ahogy említettem, hiánycikk volt, amit már filmtörténészek, kutatók, gyűjtők vártak már. Mivel a közgyűjtemények meghatározott számú plakáttal rendelkeztek, ezért a magángyűjtemények voltak azok, amelyek az igazi csemmegét szolgáltatták a kutatások során. Hát sajnos a magyar plakát, filmplakát, moziplakát készítésének a történetéről nagyon kevés anyag maradt fönn, tehát nagyon keveset tudunk az alkotókról. Annyi bizonyos, hogy teljesen más módon, teljesen más eszközökkel és művészeti eszközökkel készült, mint mondjuk egy kereskedelmi plakát. Ezért itt tulajdonképpen ezt mindig félre söpörte egy kicsit a művészettörténet, nem foglalkozott vele, ilyen mostoha gyereke volt a művészettörténetnek, de most azt hiszem, hogy megadtuk azt a méltó keretet, amiben emlékezhetünk arról a sok alkotóról, azzal a kevés információval, amit sikerült megtalálnunk, és hát abban bízunk nagyon, hogy fognak jelentkezni majd a könyv láttán különböző magánemberek, szervezetek, gyűjtemények, hogy az ő gyűjteményükben található ilyen plakát, vagy esetleg leszármazottai örökösei ezeknek az alkotóknak. A kötet 7 tanulmányban meséli el minden korszak alkotás történetét, eredetét és betekintést ad a 85 évvel ezelőtti mozitermek csalogató eszközeiként szolgáló rácsos hátoldalú vásznairól. A budapesti bemutató során többek fejében megfogalmazódott a további hasonló kiadások, esetleg a könyv folytatása. Nem is hagytuk, hogy ez titokban maradjon, ezért megkérdeztük magukat, a kutatókat. Nézzék csak! Hát azt várjuk, hogy a magyar film reputációját, vagy a megbecsülését öregbítse, és azt várjuk tőle, hogy jöhessen a második kiadás, ahol már a bővített formában jelenhet meg ez a gyűjtemény, vagy ez az összeállítás, hiszen tudtuk már a könyv lezárásának a pillanatában, hogy még fognak előkerülni plakátok, és lám így történt, egy-két hónappal a győri bemutató után, vagy a megjelenés után már előkerültek olyan plakátok, amelyekről korábban nem tudtuk, hogy léteznek és vannak, úgyhogy remélem, hogy ez a mennyiség gyarapodni fog, és hamarosan jelentkezhetünk a második bővített kiadással. Ahogy arról is, valójában ők kinek szánták ezt a könyvet, és szerintük kik értékelik és értik majd a benne lévő arcokat, jeleneteket. Ebben a pillanatban jöttünk ki a Széchenyi Könyvtárnak a dísztermében, egy nagyon jól sikerült könyvbemutató itt Budapesten. Nem is tudom elképzelni, hogy alpolgármester lévén, közben diploma, azaz PhD írása közben, hogy jut idő még ilyenre? Amikor idén márciusban, illetve tavaly márciusban, 2016-ban leadtam a doktori disszertációmnak a tervezetét, akkor elhatároztam, hogy egyébként én most azzal a témával egy picit szeretnék megállni, egy picit hadd érlelődjön, és a régi hobbimnak, a régi magyar filmeknek a világának a megidézésével szeretnék foglalkozni, és így jött létre a Magyar Hangos Film Plakátjai című kötet. Azt gondolom, hogy ez egy újabb szerelem, hiszen más nem tud ennyire precíz 13 évet régi korok filmjeiből felölelni. Én nagyon örülök neki, hogyha ez a vélemény. Láttuk azt, hogy óriási érdeklődés volt itt az Országos Széchenyi Könyvtárban is, és országos szinten is nagyon sok könyvesboltban kapható már ez a kötet. Én bízom benne, hogy ezzel egy picit megint tudtunk adózni a régi filmek emléke előtt, és kicsit tudtunk tenni azért is, hogy ezeket jobban őrizzük, restauráljuk, digitálisan felújítsuk a következő időszakban, hogy minél több magyar emberhez elérhessenek ezek a filmek. A cél az mindenképpen az volt, hogy a magyar hangos film korszak legnagyobb filmjeinek a plakátjait összegyűjtsük. Úgy érzem, hogy ez sikerült is ezzel a kötettel, de természetesen nem állhatunk meg, hiszen számtalan más egyéb olyan jellegű feladat vár még ránk a következő időszakban, ami ezekkel a filmekkel kapcsolatos, például az elveszett filmeknek a folyamatos keresése, összegyűjtése, vagy egyáltalán rendszerezése, hogy mi az, ami nem maradt ránk az elmúlt időszakból. A fiataloknak szól, a mai korosztálynak, vagy inkább azoknak, akik ezt átélték, ezeket a filmeket?
Azt gondolom, hogy nagyon kevesen vannak már köztünk, akik ott a 30-as, 40-es években saját maguk látták ezeket a filmeket. Persze vannak néhányan, és ők is remélem, hogy nagyon örülnek ennek a kötetnek, de mi, akik most fiatalok vagyunk, vagy a nálunknál idősebb korosztály is, már csak televízióból, vagy éppen a 90-es években, amikor újra ezeket elkezdték vetíteni kisebb mozikban, szerezhetett tudomást ezekről a filmekről. Tehát ma alapvetően többségben vannak azok, akik nem eredetiben, nem a 30-as, 40-es években láthatták. Így tehát ezek, ő hozzájuk szól elsősorban ez a kötet, az összes tanulmány, ami leírja azt, hogy milyen is volt ez a film történeti korszak, és hát bízom benne, hogy aztán a következő generációk is örömmel fogják ezt majd lapozgatni. Tehát az íróasztaltól Győrön át Budapestig, minden könyvesbolt polcán és most már sokak otthonában is újra élett a magyar hangos filmek sora. Hiszen ha valaki kezébe fogja a könyvet, óhatatlanul is, de felkeresi régi filmjeink egyikét, és végignézi Kabos Gyula összes telefonálós jelenetét. Hogy én most menjek a kastélyba? Ja, nem lehet, nagyságos asszony, mert egy nagyon fontos bűnügy van itt. Tudnék, egy kliensem fejbe vágta a gyümölcsjóskát egy lőccsel. Lőccsel. Nem lőccsebb. Lőccsel. Lőccsel. Mondja, kolléga úr, nem tud egy hasonló szót erre, hogy lőcs? Sárhányó. Fejbe vágta egy sárhányóval. Sárhányó. És olyan maraságokat beszél maga, hogy fejbe vágta egy sárhányóval. Nem elég, hogy ilyen baromságokat kérdezik itt az ember. Fogom be, fogom, hát látja, nem. Halló? Halló? Na most meg vannak sértve. Ne feledjék, 85 éves a magyar hangos film. Ha most kapcsolódtak be adásunkba, elmondom önöknek, hogy a hazai filmtörténet aranykorát mutatja be. Az az egyedülálló kiállítás, ahol olyan alkotások elevenednek meg, mint a Hippolita lakály, a meseautó vagy a halálos tavasz. Több mint 150 eredeti filmplakát, korabeli fotók idézik meg a 30-as, 40-es évek magyar filmjeit a Rómer Flóris Múzeum Magyar Ispita kiállító terében. Március 31-ig látogatható a gyűjtemény. A Hello Győrrel egy hét múlva jelentkezünk, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak a Győr Plusszal. Viszontlátásra! A műsorvezetőt a Rúzs öltöztette. Rúzs. Stílus, divat, elegancia. A műsorvezető sminkjét és frizuráját az Aura Szépségszalon készítette, ahol a külső és belső szépség összhangra talál.